tudás alapján a négy győzelmet csinál az Anna, ő nyerte a főt, gyere ide, állj föl, gratulálok Anna, állj ide, és válasz egy mackót. Jó, és egy csomó. Jó, következő a Flóra lett, ő lett a másik három. A csokit az csak az Annál. Ide be az ő. A következő, a fiúk az nagyon megosztották egymást, mindenkinek két győzelme lett, az összes fiúnak körbe vették egymást. De a legjobb volt a tűsaránya, a Péter lett. És Péter lett a negyedik, gyere, pedig egy mackót. Úgy, oda beállhat, gratulálok Péter. Gyere ide, gratulálok! Na, kössetek és kezdjétek el, gyerünk! BHS-e 2010-es Mikulás kupájának első három helyezettjét. Szeretném, hogyha beszélnétek arról, hogy minek, milyen rendszerű versenynek lett itt most ez az eredménye. Ki beszél először? Réka. Hát ezt a versenyt minden évben megrendezzük. Ez arra jó, hogy így a kicsik fel tudnak készülni, hogy milyen egy rendes verseny. Ez ilyen próbaszerű nekik. Megtapasztalhatják, hogy hogy kell hát, hogy milyen szituációk vannak, mert ez teljesen más, mint hogyha mondjuk itt vívunk egymással, és hát fel kell dolgozni azt is, hogyha mondjuk kaptál egy tus vagy valami, szóval figyelni kell rá. Akkor hogy lesz így első három hely valamelyikén az ember? Hát először ugye táblára kerülünk, itt mindenki vív mindenkivel 5 darab tust, utána a tusarányt számolunk, adott és kapott tusok alapján, utána pedig táblára kerülünk a körben elért helyezések alapján, és 15-ösöket vívunk, és a győztes tovább jut, és a vesztes pedig a másik kör vesztesével vív. Vigaszlága. Te az első. Igen. Milyen érzés egy házi bajnokságon elsőnek lenni? Hát nagyon örültem, mert igazából az esélyek mindenkinek megvoltak, mert ezt, hogyha 5-ször levívtuk volna, akkor mindig más lett volna az eredmény, úgyhogy örülök, hogy ez így jött ki. Szoros volt, szóval már a kettőbe jutás is elég szoros volt, utána meg a döntő az meg már nehéz is volt, de hát így lett. Hát gratulálok nektek. Köszönjük szépen.